Sziasztok, itt Mefé, és ott pedig Soti. És folytatjuk a sorozatunkat. Ja, season 2, wow. Így van. Jaj, ezt itt már be akartam tenni múltkor is csak. És még mindig ezzel a csodás házzal vagyunk. Amúgy annyit elmondunk szerintem, hogy a előző részhez képest sem ennyit nem haladtunk előre. Úgyhogy, legalábbis elvileg. Igen. Ja. Meg picit rég eljátszottunk, úgyhogy még nem mindennel vagyok tisztában, hogy mink van, de... De hamarosan visszarázódok szerintem. Ha nézem, egyetlen generátor táplálja az MFN-ket. Hát igen. Oké, mába viszont kéne szén. Ja, akkor viszek le egy stack-et szerintem. Jó. Na és én itt is mondtam, ja igen, a... Izé, upgrade-eket. Azt terveztem, hogy most... Elkezdek coolant-szelkel, igen. Én meg nem tudom, mit csináljak. Csináljak házat, vagy ne csináljak? Passz. Én még azon is gondolkozok, hogy biztos, hogy itt akarunk maradni, mert az olyan pici. Mondjuk annyira nem, mert végül is, ha felveszük a házzal a körvonalát, szóval milyen koszkát csinálunk, hanem ilyen... Tudunk bővítkezni, mondjuk. Hát csak az olyan furán néz ki, hogy ilyen egy lap széles. Nem tudom. Nem, végül is egész jól lakja van. Úgyhogy felőlem maradt hatunk. Ezek a hangok. Na, így jó. Ültetek gumifát. Lóval, mitől esett le az FPS-em hirtelen? Na mindegy. Ja, igen, az jó ötlet. És próbáljuk meg ugye, azt nem tudom, hogy már mondtam, hogy ne szedjük ki az összes... Szóval ugye, amikor így kiszedsz egy gumit, akkor ugye megmarad a körvonala. Uh-huh. És azt akkor ne szedjük, mert valaki ezt írta, hogy akkor végleg elhasználódik a fa. Aha, ezt jaj, én is mondtam a múltkor. Ja, igen. Akkor meg pláne. Szóval ugye csak akkor szedjük úgy szerintem, hogyha ki is akarjuk vágni utána egyből. Jaj. Itt van, nem ez egy branch. Itt. Nem azt csináltam még egyszer. Ja. Szóval nekem kell egy végtelenített vízforrás és tin. Tin az ebben van, ugye? Jep. Hogy is kell megcsinálni, hogy? Baleg... Jó, balegérrel kell kiszedni. Nem úgy ebből a projektéből, hogy kell kiszedni, hogy csak egy adagnyit akarsz. Csak nem akartam csinálni, nem tudom, több száz üres cellát. Na, víz és födör kéne nekem. Van nekünk födrünk? Van nekünk födrünk, nem? Ajaj. Kettő vödör kéne. Ja, van három is. Úgy tényleg nem tudom, látod a Minecraftnek az új snapshotját? Ó, ez egy elég csúnya. Nem. Én csak így pár képet láttam be, meg olvastam valamit, hogy mi? Lesz benne ilyen fegyverkovácsolás, meg... Ja, igen. Itt alul kifixáltam, verded itt el a vizet, mert így kicsit furán folyt. Ez ennyi. Csum. Azaz. Mondjuk itt van egy csomó gumi egyébként. 2, 4, 5 stack. Ja igen, azt használtam, hogy láttam. Táplálkozom is egyet. Hajrá. Megbeszedem akkor búzát. De tényleg én azon gondolkoztam, hogy majd szerintem beteszek valami zenét majd a videó alá, hogy ilyen üresebb részen, akkor ne tűnjön olyan unalmas. Igen. csak miért, ami nem jogsértő? Van egy ilyen oldal, majd megadom. Uh-huh. Te is, vannak ilyen hangeffektek, zené, mindenféle. Igen, az nem feltétlenül rossz, hogy valami. Főleg így, hogy partner lettem. Ja, tényleg rossz. Ja, meg igen, meg lett a 100 feliratkozom, és most már 105 körül állok, vagy hogy. Ja, ezt extraktor, ilyen extraktorba kell. Úgyhogy ez ilyen szülinapi kiadás. Yeah.
Vagyis forgatás, vagy na, szóval az. Milyen sok gyémántunk van. Yep. És nem a fakján. Itt lent annyira zavar, hogy ott a sarokban olyan sötét van. Úgyhogy én itt ezt kifákjáztam. Nyugodtan. Egy ide is teszek. Jó, itt a gépádban is milyen sötét van. Mit is akarja? Igen. Talán, á, nem, egyelőre hagyjuk. Csak azon gondolkoztam, hogy mondjuk egy Redstone Engine rákötök egy izé wooden pipe-ot ugye az extraktorra, hogy folyamatosan szedje ki cuccokat, de igazából most még akkora mennyiségben nem dolgozom, hogy erre szükség legyen. Hát nem igen. Tudom, hogyha egyszerre 20 izét akarok, na majd akkor érdemes ezt. Ja, meg tényleg. Játszottam haverommal Tekkitet, és olyan dolog volt benne, hogy lent a Netherbe csináltunk ilyen láva cella állomást, ilyen automatizált cucc, pakolgatja tudod a láva cellákat a ládába, megtölti blablabla, bla, és nem tudom, hogy ez bug, vagy ez tényleg így van, hogy ha nincs lent valaki ott Netherbe, akkor nem csinálja. Vördánkor. Már ilyet. Vördánkor. Ugye a szerverek úgy működnek, hogy csak azt a chunk, meg plusz még nem tudom hány chunkot tölti be, ahol éppen tartózkodik player. És ugye a szervereken ez például az olyanokon, vagy olyan területeknél, mint például, ahol mondjuk egy, hogy hívják, olajkutat létesítesz mondjuk 1000 blokkra a házattól. Kína semmi közepén. És akkor ott is, hogy ne tűnjön, szóval hogy ne álljon le, mert ugye nincs senki a közelbe, és olyankor a szerver automatikusan leállítja azokat a csánkokat. És ezért kell egy olyan itemet craftolni, hogy World Anchor, ez azt jelenti, hogy lerakod valahova, és azt is a körülötte lévő csánkokat betöltésben tartja. Szóval egy olyat mellé raksz, és elvileg akkor betöltve marad. Mi a neve? Még egyszer. World Anchor, azt hiszem. World. Igen, egy ilyen obszidián virágocska. Mányit obszidián blokkon belül egy virág. Aha. Wow. És azt, ó, kell a két gyémánt, három obszidián, igen, hát nem olyan olcsó. Most próbálkoztunk, hogy leteszünk egy izét, falusít, vagy valami, de nem. Hát automatikusan kikapcsolja a szerver. Aha. Talán még a single player is elvár ebben, most nem vagyok biztos, szerintem az is mondjuk. Kikapcsolja automatikusan a... Hogy hívják ott az olyan csankokat, ahol nincs senki a közelbe. Hát pont amiatt, hogy különben egy olyan map, ami már ilyen hatalmas map, az nagyon durván leterhelni a szervergépet, ha muszáj lenne betölteni az összes csankját. Nem tudom, nem tudom, Hunkraft, több ezer, vagy több, nem tudom, 100 000 csankja van már, mert akkor a map, vagy bármilyen. De az meghalna bármilyen szervergép alatt. Hát igen. Akkor ezt jó tudni, ezt meg is jegyeztem. Nem tudom, amit kéne nekem csinálni, bányászni, vagy nem tudom. Igen, nem akarsz upgrade-eket gyerteni? Még már 6 megvan csak. Mert én meg nék szívesen bányászni. Annyi csak, hogy tudod, hogy kell craftolni, nem? Megnézem. Itt van, amúgy be is raktam. Csak fölőre kell 3 izét. Adok itt cellát, meg vödröt. Meg az extraktorán beleraktam 6 overclockot, úgyhogy jó gyorsan megy. Nem kell itt állni sokat mellette. Jó. Úgyhogy 2 vödör és 14 cella. És ugye csak a fölőre 3 ilyen izé cellát raksz. Annyi, hogy ide jössz a vízhez, megtöltöd a 2 vödröt, lekraftolod a cuncit rá. Pillanat. Mennyi szenünk van? Picit, hogy kompresszorozzak szerintem szenet. Mert kéne nekem is, hogy valami ruha nem megyek bányászni. Lol, ilyen kevés szenünk van? Az nem jó. Az nem jó. Azt hiszem most egy-két gyémántot beáldozok. A szín érdekébe. De se lett olyan sok. Egy gyémánt, egy sztoknyi szenet ér. Ja, nem akarom beszélni, hogy vagyok, macerátor kell. Ja, és rotary macerátorunk van, zsír. Ehhez viszont... Igen? Már a hat upgrade-et sem bírja el ez a kábel.
Négyet még igen, akkor menjen 4 upgrade-del. Kettőt meg akkor berakok ide. Yep. Na ez jó, ez remélhetőleg gyorsan felpörög. Igen, mert az overlocker upgrade-ek nem csak a maximum RPM-et gyorsítják meg, vagy hát növelik meg, hanem a speed-ét is megnövelik, vagyis gyorsabban pörög föl, és nagyobb fordulatszámra. Szóval, hogy az ilyen over, vagy az ilyen rotary, meg egyéb ilyen továbbfejlesztett gépekben pláne érdemes overlocker upgrade-eket. Azt tudtam, én azt hittem, hogy csak a maxot. Nem, sokkal gyorsabban pörög föl. Látod már is, mennyi 33-at, 4-et izélt le, és már is 7000 fölött van. Tényleg. Szóval, hogy gyorsabban is nő. Komoly. És így nézd meg, egy fél stack alatt fel is pörög. Ugye már 7500 alapból a max, úgyhogy már a fölött vagyunk. Azt hiszem overlock upgrade-enként 500-al növeli meg maximumot. És maximum 8-at, vagy 8 fél, de az már gas fiber kábel kell. Mert csak az bírja kiszolgálni a energiát. Ez meg megos vagy... Ja nem megos, csak semmi, nem szóltam. Tényleg jobb oldalt, miért nem kezdj el? Mert igen, igen, az emberek hanem úgy vannak, hogy vannak olyan dolgok, amiket úgy kell macerálni, hogy kettő különböző anyagból lesz egy. Aha. És akkor úgy adva a két szlotba. Ezt én is múltkor véletlenül fedeztem fel, néztem, hogy ez hogy kell. Nem is tudom már melyik anyagot is. És gyorsan csinálok még egy kis taknyízét. Mi az koált, mert ez majd úgyis fog kelleni mindenfélére. Ja, nem ez így. Igen, ez meg nem tudom miért bagos. Ez az úgy mutatja először, mint hogyha három staknyi izét adnak koált, aztán nem. Egyébként nem volt nekem is, azt hittem, hogy elveszik az egy stack. Nem, az csak bang. Nem tudom, néha, hogy megakad a hangod, vagy nem tudom. Tényleg? Aha, érdekes. Hogy mondod, és akkor megáll, és akkor gyorsan mondja tovább. Pass. Ezt még így soha nem mondták.